Az összes Rákosi Lótát kívülről tudtam, azt is tudtam már teljesen, hogy hol nem szabad beszélni, illetve hogy sehol nem szabad beszélni, igazat nem szabad mondani, templomba hozsonva járunk, és a kocsmába és iskolába és senki egy szó igazat nem mond. A két teherautó mellettünk azonnal voltak a tordosi fiatalok a géppisztollyal, és nézték, hogy a gyerek mit tökéletlenkedik ott az alajzével, mert már igyekvés van a forradalomban, és aztán az én zászlómat, amit nagy nehezen kivágtam a kört, azt kiragadták a bűvemet, vitték, föltűzték a teherautóra. A falu urázott, én szerintem azért, mert jó volt kivágva a kör. A diktatúra helyett jött ez a rohadt pénzdiktatúra. Tehát az egyiket épp hogy úgy tűnt, hogy lerázzuk, és akkor jött a másik, a pénz. És akkor már mindenért fizetni kellett, meg nekem is mindenért fizettek. Ugye én 36 éves koromban nősültem meg, tehát volt időm, táncolt ez a csikó eleget, aki én voltam. Az pedig szabad, hogy a felmentésem van arra az időre, mert én nem tudtam. Még ha tudtam volna, hát én, ó, hát akkor hozzással szólok azokhoz. Emberi dolog, a betegség, a földi dolog, hát az az ember testével történik ez. Meg én azt hittem, a célból vagyok, az soha. Még egyszer, mikor a betegség kiderült, és hogy a tüdő, mondtam, nem érdemes megröngenezni, hát azt mondja, hogy mozdony vagyok reggel este, másfél órát robogok, ez a tüdő nem tud megbetegedni. Hát nem az volt, mégiscsak tüdőre. Föl sem fogtam, mikor először mondta. Tisztán állok az Úr előtt, azt gondolom, hogy nem egészen tisztán, de olyan makulátlan ember talán nincs is a Földön. Igyekszem azért mindent elkövetni, hogy... De így már az utolsó pillanatban nem érdemes pilázni, szóval azt szerintem az lebukás, hogyha most hirtelen én elkezdenék templomba rohangálni. Eddig se tettem, és eddig is erősen bíztam benne. És nem tévejettem ezzel az ösvényen. Hát tévejgések aprók voltak, de... A hazámat is az ő kezébe ajánlom, és a családomat is, hogyha majd tényleg eljön az az idő, ami mindenkinek eljön. Hát nekem még rengeteg van hátra, de ti azért vigyázzatok. Sok bölcsességet tőlem, aztán azért ne várjanak, sőt, keveset sem. Igyekszem egy gitár nélkül is megfelelni önöknek, de hát most egy botot szorongatok gitár helyett. De hát énekeltem itt Szexárdon eleget. Most gurultunk a városba, itt néztem, hogy itt is, meg ott is. Tehát azért Szexárd tele van énekelve, meg tele van barátkozva. Homjáti Tamás is tud erről mesélni, de hát most egy ilyen csöndesebb időszak van. Botos, mert mindenféle incifinci vírusok szórakoznak velem. A tüdőákat sarokba van állítva egyelőre, de hát most helyette jöttek ilyen vírusok, tehát az állat nem túl jó, de a kedélyem a végig. Csak hát legjobb lenne gitárral beszélgetni tényleg. De hát ez most nem. Igyekszem majd mindenre, amit a Csaba kérdez, válaszolni, vagy hát elbeszélgetni így magammal. Így dicsi el az úgy. Talán kezdjük azzal, hogy ez a képzőművészeti ambíció és indítatás, hogy alakult, hogy éreztél te arra rá, aztán hogy maradt az abba, vagy hogy nem maradt abba, és akkor ezen a vonalon induljunk el, hogy a kezdetektől. Jó rajzos gyerek voltam, ezt mindenki dicsért, a gyerek vendégek is, hogyha jöttek, Tamás, hogy ügyesek ez a gyerek. Meg jó hangul ez a gyerek, ezt is szokták mondani, mert akkor énekelni kellett a vendégeknek, 43-ban születtem a háború előtt, más nevetetés, szóval a vendégök, azért a nővéremnek oda kellett jönni a zongorához, nekem ki kellett állni egy verszeten, szóval a szülők produkáltatták a gyerekeket, mi ezt gyerekeket rettenetesen utáltuk, de szót nem lehetett emelni ellene. És hát ugye a rajzot nem lehetett mutogatni, úgyhogy Tamáska mutasd meg, miket rajzoltál, és akkor Tamáska égő arccal megmutogatta a szörnyű rajzait, amik nem voltak szörnyek, aztán később kiderült, de és akkor énekelni kellett. Tehát ez a két úgymond tehetség nyilván ott szorongott bennem, abban a kis faluban, ahol laktunk némileg kitelepítve, némileg sorsszerűen. És akkor hát ezek bújkálnak az emberben, mint minden emberben. Hát, hogy ez a világra került, vagy felszínre került, ez, hogy ez hogy alakul,
ahány ember, annyiféle sors. Én akkor a Kisfaluból fölkerültem Budapestre, és már a gimnáziumot Budapesten végeztem, és akkor hát egy vidéki fiú Pesten 1956 után, az nagyon furcsa élet volt, mert az egész világ nagyon furcsa volt, nagyon fordult a világ. Én mondjuk az olyan szerencsés emberek közé tartozom, aki ezt látta, hogy egyszer csak megrázkódik a föld, és odáig az összes Rákosi nótát kívülről tudtam. Azt is tudtam már teljesen, hogy hol nem szabad beszélni, illetve hogy sehol nem szabad beszélni, igazat nem szabad mondani, templomba osonva járunk, és a kocsmába és iskolába és senki egy szó igazat nem mond, és természetes dolog, hogy a paraszbácsik is hallgatnak a faluban, nem beszélnek, legfeljebb káromkodnak egyet, de se főső vezetőt, se zászlót nem kritizálnak, nem beszélnek, kussol az ország, és ezt minden gyerek hamar megtanult, a kussolunk mi is. És akkor eljött a nagy furcsa 56-os rászkódás, egyszer csak azt láttam, hogy a faluban ezek a mocos paraszbácsik sietősen mennek, nevetnek, integetnek, mennek zászlókat vaktusnak, a teherautókra tűzik, a papi János igazgatónak, Tamás, gyere ide! Mentem oda készségesen, itt az Ollóbákja címet, azt, amit évekig festettünk, ki ne fusson a festék, a híres Rákosi címet, azt kellett kikanyarítanom a zászlóból, onnan hatalmas ollóval a falu állt körbe, a két teherautó mellettünk, azon már ott voltak a tordosi fiatalok a géppisztolyjal, és nézték, hogy a gyerek mit töketlenkedik ott azzal a izével, mert már igyekvés van a forradalomban, és aztán az én zászlómat, amit nagy nehezen kivágtam a kört, azt kiragadták, a bűvemet vitték, föltűzték a teherautóra, a falu burázat, én szerintem azért, mert jó volt kivágva a kör. A két autó pedig elvihazott Budapest felé, és azok a tordasi fiúk jöttek föl Pestre harcolni, dátumok összefolynak, ugye az októberi idők voltak, és akkor én ezt mindezt láttam. Majd egyszer csak hazajött apám, aki Pesten dolgozott, én édesanyám alaktam Tordason, mert mindig apám Pesten volt munkahely, Szelemervárba voltak, hanem így volt a sors, és akkor apám mondta, hogy költözünk Pestre. És én egy falusi, rendes falusi fiú voltam, én mindent tudtam az állatokról, a patokokról, az erdőről, a csigáról, a bagolyról, a rókáról, a tyúkról, mindent tudtam. Libát tudtam tömni, hogyha akarják, kecskét tudtam fel, minden. És egyszer csak apám ebből kiparancsolt ebből az álomvilágból be egy nagy teherautóba föl Budapestre, ahol még egyszerűen láttam halottakat is a körtéren, mert ugye azon körtéren átmentünk a Villány útra, ott vezetett át az út, és ott a körtéren ilyen furcsa pózban hevertek férfiak, és hát azok bizony halottak voltak, és kerepeltek a géppisztő. Tehát rögtön egy ilyen nagy megrázkódtatással kerültem Budapestre, ahol azt úgy el is enyészett talán pont a forradalmi láz miatt, mert az összes pesti srác, hát az ott volt a körtéren, a Moszkva téren, ezek lőttek, csibészek voltak, töltényt hordtak, géppisztolyokat szereztek. Persze, nagyon sokáig beszéltek erről, mert ugye beütött a vég, és akkor már megint visszatért a nagy hallgatás, a nagy kus, amit már olyan régen tudtunk előtte is, tehát hogy be kell fogni a pofánkat. Felnőtt jön, nem beszélsz, korosztályodban ilyen már, akkor azzal se beszélsz, magaddal se nagyon beszélsz. Tehát zárkózott 50 november után, tehát hogy a ruszkik, meg az ávósok megint megszállt az országot, tehát megint a kukulamuk alá hajtották ezt a derék népet, akkor aztán megint megtanultunk csöndbe lenni. Ez mind összefügg az én sorsommal, meg amiben belevágtam a éneklési képességek, meg a rajzi képességek, mert nem nagyon maradt más. Akkor rajzolgatom megint, és akkor a gimnáziumban, a Szertában, a nagy gimnáziumban, de gyere Tamás, fiam, láttam jó kezedben, és akkor ezt rajzolj. És akkor rajzolni, hogy kimerült a dolog, az nagyon jól lehetett rajzolni, az nagyszerű dolog, és nekem volt kézügyességem, és akkor az el van az ember. Mert örülsz neki, megcsináltad, szép. És másoknak is tetszik. És akkor azt hiszed, hogy tartalmas életed van, és meg is oldódott az egész. És gondolod, hogy meg be is válogatnak még a karénekbe, bár ez nem volt olyan édes dolog, mert ugye fiúgimnáziumban voltunk, és a fiúgimnáziumban én a szoprán hangomban lehetett, és sejtették, hogy ez milyen. Hát szóval ki voltunk téve, 1500 fiú, és sajnos szoprán volt a hangom, és a fiú énekkarban, és bennünket két, nem kislányok, gyertek, mondták, mert akkor mi tudtuk öten talán magasokat kiadni ideig, és akkor hát jó, de az se volt rossz dolog, mert azért például a himnuszt azt mi énekeltük, és akkor azért abban az idő, hogy a himnuszt énekelni, hölgyeim és uraim, azért az nagy dolog volt, tehát nem tudom, hogy ez milyen
vidék ez a szexár ilyen értelemben, de azért tudom, hogy én ugyan rendes hívő katolikus vagyok, és misékre, és, de tudom, hogy abban az időben azért mentek némelyek csak templomba, hogy hallják az hímus dörögni az éneket, amit az embernek úgy föláll a hátán a szőr. Tehát, és akkor az, mi az énekarosok, mi ezt tudtuk csinálni a többiekkel, rigadtuk a népet szépenvesen az iskolai ünnepélyeken. Hát nem rígtak a fiúk, de azért ott látszott, hogy alig bírja visszatartani a könnyét, és ezt nyilakoztuk nekik. Szóval énekelni is jó dolog, rajzolni is jó dolog, és akkor ezzel így el is voltam, és a család is el volt vele, hogy Tamás, akkor kép festő lesz, hát jó a keze, másra úgy se jó, mert rendetlen, nem tanul jól, hát Istenem, hát de gyerek majd fölveszik az hát, a festő lesz, vagy van tényleg. És nem lett belőle semmi, mert ugye így aztán x-esek is voltunk, vagy szóval számozások, nekünk nem stimmelt semmi. Szóval hiába hallgattam én is, mint a többiek, hiába húsoltam, hiába tanultam meg a nagy törvényt, úgyse feleltem meg, mert x-es, hogy mondták, mert nem, mert értettem, miért nem veszek fel, minden felvételi vizsgát végigcsinálom. Képzőszeti főiskolán kéthetes a felvételi, és akkor ott szóval kiírják az első héten, hogy akkor kimarad benne a második hétre, akkor megint kiírják, és mindig 6 éven keresztül végigcsináltam mindig is, nem nagyon értettem, miért nem vesznek fel, és akkor hát szóval több lépcső volt, nem akarok az életemről ilyen, mert ne ijedjenek meg ennyire részletesen beszámolni, de ez fontos, az indulás az fontos, mert hogy én annyira akartam már festeni, mert éreztem, hogy van erre, hogy én ezt tudom, tudtam, hogy tudok rajzolni, tudtam, nagyon jól tudok rajzolni szinte. Bernát Órián mester az mindig mondta, hogy milyen szép barna színei vannak magának, fiam. Szóval ilyen, tényleg érezni lehetett, hogy én ezt tudom, mert nem csak én vagyok magamtól el, meg a szüleim. És akkor én el is képzeltem már magamban, hogy festek, és kiáll, és majd az embereknek néha megmutatom az én barna lelkemet, azt a szép, borongós, különös, szomorkás világot, ami mindenkiben, ami bennem van, mert a világom szomorkás volt, menthetetlenül helyzetem az ilyen kicsit romantikus, szomorkással hajló érzelemvilág, és én ezt már el is határoztam, hogy akkor festeni fogok. És akkor hát persze ez nem ment olyan. Például behívtak a tanulmányi osztályra, mert közben elvégeztem a tanítóképzőt, hogy el ne vigyenek katonának, mert ezt a vörös csillagot nagyon nem szerettem volna a fejemen. És akkor, de komolyan ezért, túl azon, hogy minden fiú cidizett, tehát 3 évre bevisznek határőrnek, hogy akkor az elég kemény dolog volt kiesni a világból. Szóval nem, de mindent, a fiúk többnyire mindent megpróbáltak, hogy megkerüljék a katonaságot, és meg is kerültem végül, de azért nem vidéki tanító lettem, tehát még emberséges. Szóval nem ettem krétát, de szóval megúsztam a katonaságot, meg már sajnálom, mert ugyanakkor van bennünk ilyen militáns szellem fiúkban ez a katonás, de nekünk azért mégis lehet, hogy nagyon tetszik. Ha nem lett volna vörös csillag, akkor lehet, hogy katonatiszt vagyok már. És akkor, hogy belekeveredtem egy kicsit, beírtak a tanulmányi osztály, hogy Csehev társ jöjjön be. És akkor gondoltam, kész, vagy fölvettek, vagy valami nagy hibát követ, és mondom, hogy ne jelentkezzen többet a képzőszeti főiskolára. És hát ez, hát nem tudom, hogy valaki szerelmes, mikor a lány megmondja neki, hogy te tűnj az életbe, nem akarlak. Hát ezt ott süllyedtem el majdnem, és akkor mondták, hogy magának már 2 diplomája van, mert ugye a tanítóképzőt, meg a egri tanárképzőt, azt meg levelezően, tehát ilyen gyors talpalón elvégeztem, rajszakon is mondták, hogy 2 diplomája van, magát nem fogják semmiképpen fölvenni ide, ahol 6-szor jelentkeztem, és akkor mondták, hogy de jelentkezzen az Epereskedbe rendkívüli tapasztalatra, és akkor majd ott tanár lehet magában. Francia akar tanár lenni, értik már, megbocsássanak. Én aztán 10 évig tanítottam, és nagyon szerettem tanítani, de én nem akartam tanár lenni. Az az ostoba, mocskos világ már megint azt csinálta, amit ő akart. Pedig milyen jól megtanultam kussolni neki. De nem hálálta meg, mert nem engedte, hogy azt csináljam, amit akarok, hanem elküldött tanárnak. Én festőnövendék akartam volna lenni. Modellekkel szeretkezni, festőtársaimmal összeveszni, verekedni a színekért, beleőrülni abba, hogy jó vagy nem, tehát fölizzani, úgy festeni, mint egy őrült, tehát mint egy szabályos őrült, tehát amilyennek gondoltam, hogy a festés, a ma is gondolom, hogy tehát nem megfontolt kis okos, ügyes, kitanult, rafinált festő, hanem a bolond. És akkor azt nem lehetett, hanem menjen el az Epereskedbe, el is mentem persze, elvégeztem 3 év. Még a Epereskedbe, de legalább szép helyen volt. És akkor elvégeztem, és akkor tudtam, hogy a világ megváltás számomra egy kicsit elodázódott,
mert hogy látszott, hogy abban a világban én nem fogom megtalálni a helyem, tehát én hiába fogok esetleg nagyon jól festeni, bár attól még messze volt, hogy jól fessek, de viszont elég közel is. Az látszott, hogy a festéssel a világot nem lehet megváltani. Nem. Hogy abban a rohadt kiállító teremben bármilyen szép kép van a falon, 50 tőlem, vagy 200, az sem fogja megváltoztatni, csak hogy szimbolikus, attól még nem kezdenek a parasztbácsik futni az utcán és nevetni. Szóval én ez a világ megváltó szándék az azért bennem volt erősen. És akkor nem is esettem. Talán ez 68, mikor abban az időben még vannak rajzaim, meg grafikáim, meg festményeim, többnyire otthon 5-6 darab, tehát a többit elajándékoztam a családra, meg ide-oda. Nem festettem azóta, csak olyan, mint egy régi szerelem. Tehát bármikor még visszakopogtathatok, fogad, leül velem beszélgetni a festés és a képzet. De ugye nem gyakoroltam azóta sem. Elmentem tanárnak, kőbányára, tanítottam 10 évet. Tanítóképzőfőiskolán is tanítottam, hogy legyenek jó tanárok. Nem, hogy jó tanítók legyenek, mert hogyha jó tanító tanít, akkor a diák nem marad hülye. És amelyik diák nem hülye, azzal nem lehet azt csinálni, amit akarnak. Mert azt láttam, hogy azt csinálnak ezek velünk, amit akarnak. És akkor tulajdonképpen ez volt egy nagyon csinos, kedves riporter lánya. A beszélgetésünk előtt az neki mondtam, hogy tulajdonképpen nekem nem volt az kritikám, de ez úgy lehetett, hogy változtatni ezen az édes hazámon és a körülményeimben, csak egy picit is jobb legyen. Csak egy kicsit is. Szóval tanítani is azért volt jó, mert láttam, kézzelfogható volt, hogy amit mondok, az a gyerekek agyában kicsit rendet rak, kicsit helyre tesz. És ezt láttam, hogy a festmények nem változtatnak, csak nagyon keveset. Tehát, hogy a világon változtatni, a világot jobbítani, bármilyen módon, de javítani rajta, hogy ne fájjon neki. Bár hát még úgyis megérné, hogyha fájna a világnak, csak javítsunk már egyet. És akkor ez lehetett, nem álszpolitikám, de ez volt. Ez az egy ilyen alapérzésem volt. Ezért tudtam én boldogan tanítani Kőbányán is, meg bárhol. Mindaddig, amíg kiderült, hogy akiket tanítok, azok egy év múlva már az aluljáróba strichelnek és szotitárulnak, vagy pedig a főiskolás növendékek, akik idáig felhúzott miniszoknyájukba, vagy diplomát akarnak, csak azért, hogy jobban mehessenek férhez, tehát diploma a sarokba. És akkor megint nagy hullám völgyek, mert hogy már megint rossz helyen kopogtatok, ahol javítani lehet a világon, szóval nekem ilyen, ez egy ilyen, és akkor abba hagytam a tanítást. Illetve hát bementem a tanulmányosztályba, és mondta, hogy én tovább nem tanítok, és kérdezték, hogy miért. Hát mondom, a csoportomban 4-en tartották fel a kezüket, hogy ők majd még tanítani fognak. Én 30 gyönyörű fiút és lányt főiskolás kurvákat tanítottam arra, hogy kell majd rajzot tanítani, hogy ne csinálják azt a hülyeséget, hogy kitesznek egy köcsögöt, azt rajzoltasd, hanem bolondítsd meg a gyerekeket, csapdával szeressék meg a rajzot, a színeket. Tehát jó tanár voltam, és gondoltam, hogy jó tanárokat nevelek. A frászt, abból 4 akart elmenni tanítani. 4! És én ezért a 4-ért küzdködtem, hát bár remélem megérte, de hát 2 évig tanítottam. És kiderült, ott abban az órát elsápadtam, kicsengettek, bementem a tanulmányi osztályra, és mondtam, hogy gyerekek, hát én nem tanítok tovább, hát semmi értelme, nem lesznek tanítók, de hát nem is akar, meg is mondták. Szörnyű érzés volt. De akkor már Bereményi Gézával megismerkedtem egy kocsmában valamelyik éjszaka, és akkor már volt, hogy 10-20-30 vagy 50 dalunk magunknak, mint a bogár gyűjtők. Fogalmunk se volt, hogy mi lesz ebből, de ez a fiú olyan helyes volt, egy húrunk begültünk, amúgy is ivós korszakunk volt, csajoztunk, ittunk, egyik kocsmából a másikba mentünk, mint a fiatal farkasok, ilyen özönlöttünk a városba, egymásról szagról tudtuk, hogy a szó megy. A belügyeseket is mind tudtuk, de nem érdekeltek, nem tudtak mit jelenteni, illetve mi azt tudtuk, hogy nem tudnak, tudtak, csak hát bennünket ez meg nem nagyon érdekelt. És akkor így csakan voltunk a városba, kiállításokat néztünk, művelődtünk, mi azt képzeltük magunkról, de különben csajokat hajkoráztunk, és a legolcsóbb kocsmákat próbáltuk földeríteni. De ez emiatt nagy vonulás volt a városban, mert nem csak én voltam így, hanem az egész korosztályom ezt csinálta. És akkor így fejlődtem én is velük együtt. És akkor a dalok pedig szaporodtak a Bereményivel, a közös albérletben oda beengedtem, aztán az albérletembe, igen kiváló albérlet volt az. Beengedtem a Bereményit, de hát nem volt baj, mert szép dalokat szültünk ott benne, és akkor hát
És akkor, hát, de nem, és akkor ezt egyszer csak, és én mindenféle ilyen barátok jöttek, akkor énekeltük ezeket a dalokat, a barátok meg följöttek, és mi hülyék, na már megint mit írtatok, Rainbow-ról írtatok, na énekeljétek, mindenki úgy csinált, mintha nem érdekelné. De azért mégis mindenki jött, hogy azért mit írtunk, és olyan furcsa időszak volt ez. Aztán egyszer csak kiderült, nyilvánosságra került, nem részletezem, tehát kipattantak a dalok ebből az albérleti névtelenségből, egy Jancsó fiú kapcsán, vagy a fene tudja, már még hosszú óta, Isten mentse, hogy részletezem önöknek, vagy nektek, de egyszer csak kipattantak, és akkor rájöttem, nem sokára rájöttem, hogy ennek van értelme. Mert látszott, hogy a dal az perzsel, pedig én nagyon gyermetek voltam rajztanár, hát nem értettem én ehhez, hogy hogy kell énekelni, mint egy bájgunár álltam magamra, azt hittem, hogy szép vagyok, meg nagyon csúnya, mint egy vakfislány, mint egy ilyen pubertás korú izé, akiknek éppen cseperedik a mellé, szóval, mint egy kislány, szóval, de én is, ugye akkor meg nagyon tudtam, hogy mi ez az Arthur Rimbaud, meg a Shakespeare, szóval mi van a dalok mögött, mi ezt a Gézával, azt lesúlyoztuk, hogy az mit jelent, tehát a szándékom viszont volt erős. És akkor ez átütte a dalokat ezen a gyermekbetegséges időszakon. És akkor itt szép lassan, pár év múlva rájöttem, hogy ezt érdemes csinálni. Mert ez mozdít, ez hírt visz, ez összeköt emberekkel Szombathelytől Debrecenépig, nem is ismerjük egymást, olyan furcsa. És akkor így megvettem az életem értelmét tulajdonképpen hosszú időre. Hosszú időre. Jó, sokat beszéltem egyszerre, mi? Azt hiszem a kérdés csak egy kis intermezzo, mert Tamásból ömlik a jobbnál jobban megfogalmazott és velejénél jól megfogott mondatok, és értjük pontosan azt a korszakot is. Még annyi, hogy jól emlékszem, mondtad is, hogy kitelepített család voltatok, tehát még egy mondat vagy egy gondolat erejéig még térjünk vissza a múltra, és ezen a családi indítatás után, akkor talán egy olyan mozzanat át az életednek, ami megint csak nem egy pici mozzanat, hanem hosszú-hosszú időkre meghatározott. Ez az indián élet, hogy ez hogyan alakult, hogy jött, akkor erre az vízre edezzünk, jó? Azok a régi vizeken ott lehet maradni egy életen át, mert azért azok voltak a legédesebb vizeket. De nem tudom, nem volt időm körülnézni, sok fiatal van, becsüljétek meg ezt az időt. Mert akik úgy idősebbek, az mind oda fogunk visszavágyni mindig ezekre a gyerekkori vizekre. Ott lettünk indiánok, ott lettünk mindenek azokban. Kitelepítés, nem volt ez semmi. Én nem értettem, hogy édesanyám miért sír állandóan. Nagyon jó volt kitelepítve lenni. Hát ez sokkal romantikusabb környéken, mert a faluból faluba, tehát ugyanabban a faluban nem. Apám egy hangya tisztviselő volt, egy tordos, egy hangya mintafalú volt, ennek volt az apám a vezetője, hát ez már rögtön burzsúj, úgyhogy édesanyámnak nagyságos asszony, köszöntek még 50, még a legvadabb rákosi korban is a falusok, szép csöndben persze, hogy mások ne hallják, de azért csak kitelepítették ők bennünket, mondom, egy baromi jó helyre, egy ilyen nagy közvetvezető, mert ez volt a hangya közvetvezető volt apám, és akkor emiatt kellett onnan húzni a cselédsorra, ami egy sokkal jobb hely volt bevallom. Erdő az igen közel, szóval semmi franc, ahol itt aztán nekem mind gyereknek minden szabad, abban már nagy házban nem volt minden szabad, itt minden szabad volt. És mondom, hogy édesanyám, hogy miért sírdugál, meg nem értettem, mert sokkal jobb helyre kerültünk, mint voltunk. Hát persze jöttek a bácsik, a bőrzakós bácsik, vagy bőrkabátosok, oldalkocsis motorkerékpárral. Na, kisfiam, akkor a baszkot nyomtak a fejemre, hogy azt hiszem beszakad, én mondom, holnap apád puskája. Mondom, van puskája? Van, hát. Na, keresnek, Tamás. Tehát keresztemet is mondták. Nagy dolog volt az, akkor egy kis szívszal a gyerek keresztemén szólít a nagy bőrkabátos bácsi. Motorra jöttek oldalkocsissal. A mai világban, hogy nem látszik, hogy fiatalok mennyire nem tudják, hogy ez mekkora nagy dolog volt. Oldal, kocsis, motor, kerékpár.
Úgyhogy aztán meg is mondtam nekik az összes ilyen karácsonyi búvóhelyet, ahol sejtettem, hogy karácsonykor hova szokták az ajándékok, hova esetleg, ha lennének, vagy Jézus hova dugja az ajándékot. Na azok az marha nagy ember egy mozdulattal úgy vágták arrébb a sarzont, én gondoltam azért nem kéne úgy bánni azzal a bútorra. Ja, anyám, még azon ki voltok zárva a konyhába? Anyám ott sírt. Hát mindig sírt, szegény, édesanyám mindig sírt. Mennyi sírni valója volt? Hát ha belegondolok, ha látta volna, hogy ezek hogy bántak a nagy szekrényen, mert akkor azt hiszem bejutott, hogy a puska hol lehet. Hát az hosszú, az nem fér el mindenhol. És akkor a szekrény, akkor a szekrény, de úgy. Akkor már nem is mondtam nekik többet, mert láttam nagyon durván. De rögtön megcsinálták, amit mondtak. És a padló alatt, nem, mondom, lehetséges, föltérték a hogy... És akkor hát szóval ilyen jó kis világ volt ez, hogy is az Indiára akarunk, ez volt a kitelepítés. Szóval mondom, nem volt teljesen, hát szóval, de egy nagyon jó helyen voltunk, egy erdő. A falun túl, a falutól bennünket egy-két kilométer választott el, és az egymerű erdő volt. És mi, akik ezen a telepen éltünk, mert nem csak én voltam ott, hanem ezek nem kitelepítettek, a bradák, a kucsik, de egy páran még ott voltunk ilyen, fiúk, három, négyen, tehát mi voltunk a telepi fiúk. És akkor nyilván az erdő, ehhez képest az erdő nagy része is a miénk, mi birtokunk. Az összes rókajuk, minden, ami tudni kell egy erdőbe, vagy ami fontos egy erdőbe, az összes kézigránál, szárnyasaknak, sárga rész történt, hüvely, ezer számos, az mi birtokunk, és itt a falusi bennem nagyon tegye a lábát, mert mi amúgy is mi a kecskéinket ott őriztük, tehát mint a tenyerünket ismertük, és hát verekedősek voltunk, én azért a falu helyen megtanul az ember hamar helytállni maga helyen, nem lehet. És akkor szóval az egy... És hát ha már négy fiú együtt van a csapata is, akkor ott kapitány kell választani, mert nem megy az csak úgy, hogy mindenki belebeszél a másik dolgába. És akkor hát én nem vettem rögtön, de hamarosan fölverekedtem magam. És akkor Erdei Hat volt a nevünk, és a régi MÁV igazolványok. A mai napig megvan egy csoda az egész, hát ott a fénykép helyett, vagy valami helyett mi az erdő térképét rajzoltuk be állutakkal, tehát hogy az ellenséget megtévesztjük, már úgy csináltunk, mint a ruszkik a magyar turista térképekkel, hogy egész mások rajzoltak a rókaik akart, hogyha elkap az ellenség. De ez informális. És akkor csak ez azért jut eszembe, mert most pont valaki beszélt Tordasról, és hogy miért nem megyek oda-vissza, és mondta, meg vagyok sértődve, az erdő. Az már csak az én erdei hadigazolványomban létezik, mert azt kiírtották. Sok ember élni akar, pont az erdők helyén akarnak élni az emberek mind egyfolytában. És akkor hát szóval ott, ugye a kecskét őrizni, ez nem egy olyan bonyolult dolog, mert a kecske elvan, hát na most fölötött le lesz, és azt egy két órát az egy szép körbe, mint egy UFO kör, azt mondja, lelengeli, és akkor annyi az egész, hogy átkötött. Átszövekeled egy másik helyre, ha csak az ellenséges fiúk nem oda akarják kötni. Na most ebből van a háború, akkor az úszöges csúszdival, akkor meg kell védeni a területet. Szóval egy gyönyörű gyerekkorom volt, és ez 14 éves koromig tartott, és ne felejtsük el, én ebben a faluban nagy telek voltak, tehát 43-ban születtem, 1949-ben, valami szép idő, én Palotában mentem az iskolába, nem volt írka megfizett, Palotában, mint egy Móra Ferenc kis könyvet, Palotában a palavesző, és ment egy első, jó, már másodban volt írka. És hát így élni az egy gyönyörűség volt, szóval, nem tudom, mondom, édesanyám megint csak sírt mindig. Mert a nővéremmel, van egy nagyon kedves nővérem van, és akkor délelőtt és délután is sem, mert egy csizmánk volt, egy gumicsizma, és amikor a sár vissza nem jött a faluból, hogy addig én nem indulhattam el, mert egy csizma volt. És akkor anyám ilyenkor mindig sírt. Én meg örültem, mert ugye jogos volt a késés, hát ez nem mezitlán, nem mert. Úgyhogy egyszerűen volt gyönyörűséges, álomszerű, és hát szóval én úgy éltem a paraszt fiúk életét, de tökéletesen megtanultam mindent, most már szép lassan elfelejtem, de a fákat, melyik hajlik, melyik szúr, melyik ehető, mikor kell lopni, menni a páskumba, mindent, és akkor hát persze, hogy akkor nekem volt íjam, már lőttem egy szegény hölcsögöt is, jaj, sajnálom, de szóval egyszerűen lövöldöztem, fácára vadáztam, az éhezésből egyébként, hát nem volt nekünk ennivalónk.
ugye édesanyám a fajta úriasszony, nem sekertünk semmit. Szóval eléggé úgy az anyuka azt később elmagyarázta, hogy elég sivár idők voltak étkezés szempontjából. Úgyhogy én próbáltam fácát venni szöges nyilvesszővel, de a fácánról lepattam, szóval azért, és akkor így indián lettem. Szóval bennünk fészkelte magát, és ugye faluhelyen, amíg a petróleumot lehetett égetni, amivel az a spórolni kellett, azt tudom, azt a petróleum lámpát mindig el kellett fújni. Tudom, mikor az legérdekesebb részhez érte a könyvben, villanytömlékán volt, az majd később lett arrafelé. De petróleum lámpánál tanultunk, és akkor emlékszem, hogy mindig csak alig vártam, hogy apám hazajöjjön, hétvégén mindig hazajött, és akkor rágyújtott. És akkor a petróleum lámpa tetején. És ugye nem tudom, ez meg volt valakinek? Igen. A lány. Köszönöm szépen. Tudjuk, ez egy csoda volt, hogy apám megnyitja a cigarettát a lámpa tetején. Igen. És akkor varázsolom, egyszer csak füstöl a cigia. Na erre jó volt a petróleum lámpa, amúgy meg nem lehetett mellette írni, se olvasni, de azért én azért napközben édesen rengeteget mesélt, meg olvasott, és az indián könyvek is a kezembe kerültek. Belém ragadtott az indián, és volt is ugye alapja, mert hát én aztán tudtam, hogy ott osonás az erdőben mit jelent meg, hogy ez milyen klassz dolog. Úgyhogy mikor Pestre kerültem, én kezdtem fertőzni a pestiba. Ez volt az én árucikkem a pesti fiúkkal szemben, akik abszolút tudtak lógni a villamoson, én nem. Azt sem tudtam, hogy kell jegyet venni. Mondták, hogy nem is kell, mert ezt... Az én lóg a ütközőn is fogja az ERESZ csata, a vízcsatornát, a 61-es, a Stuka villamos. Szóval minden villamoson megtanultam lógni. Ennek ára volt nekem, viszont el kellett árulni, mert az egyszer fából csináljátok az egyet, srácok, hanem azért a magyarót keressétek meg, és akkor mondta, hogy melyik a magyaró. És én tudtam. A gerjétek is látszott, nem tudták, az egyszer fát a magyarótól megkülönböző. Szóval nem azt mondom, mint hülye volt, ilyen szempontból, de azok valójában nem tudták. Miért egy városi fiúnak mások a dolgai. Én pedig ebben igen művelt voltam. Tehát én tudtam, hogy a Krisztustól, szóval egyszerűen tudtam, hogy ebből kell ilyet csinálni, és ez komoly járócsere volt. És ez valóta. Vezérjé is választottak az indián csapatba, szóval jól kell helyezkedni, és akkor nem sokára vezér leszel. És innen indult aztán az egész indián, amiről, hogyha csak vagy önök akarják, nem lehet erről az indiánról mesélni, mert ez életemnek egy ilyen furcsa tartozéka, Mencsvára, titkos ösvénye, mert az összes éneklés, festés, tanárkodás, valójában érettségi óta, 1961 óta akkor érettségiztem a József Attila fiú gimnáziumban, ciszterci gimnázium volt előtte. Én azóta a Bakonyban járok és az indiánként élek, és ez egy nagyon furcsa felnőtt játék, a mai napig tart. Még tavaly is olyan voltam ebben a gyatrább állapotomban, de az öreg főnök az élet szamogatta helyek közé, megmutatta, hogy ha már nem száll úgy, mint a sas, még akkor is azért meg szeppennek a fák, hogyha lépteik. Na, szóval... Nagyszerű játék sok embernek, néprajzi játék, vagy alapvetően, de ebből a romantikus korból született, és egy hadijáték. Tehát több csoport van, most már 5-6, régen csak 2 volt, de 5-6 különböző nép, sejenek, sziuk, varjok, fekete láb indiánok, mindenki a saját néprajzi szokása szerint, hajviselete, ki hogy a parókába, vagy a eredeti hosszú ujjába játsszák az emberek. Én parókába jön nekem rövid a hajam, de azt is ilyen őszesre csináltattam már, mert öreg indián vagyok. És a néprajzilag is mindenki nagyjából tudja, hogy mi a helyzet, meg a nyelvet nem beszéljük, csak nagyon rosszul, de a dalok, táncok eredetében. Ezek ma mindenhez hozzá lehet férni, lehet tudni, ha valaki azt akarja csinálni. És a hadijáték mozgatja. Tehát azt soha nem tudjuk, hogy az ellenséges tábor abban az órában mire készül. Persze nincsenek órák, se rádió, semmi kultúrcikk. 150 évvel ezelőtti időt élünk. Tehát mondjuk nem 200 évvel, 1850-es, 60-as éveket játszunk. Tehát csak olyasmit lehet lehozni a táborba, ami akkor volt. Leszámít az életmentő, nagy fontosan úgy gyógyszereket, meg mit tudom én. Nyilván ott lapul a mobiltelefon is a rohadék minden sátorban, de az kirúgás
terhe mellett a stílus használni. Szóval ez egy nagyon bolond régi játék, és nem tudhatjuk az ellenségeink mit akarnak, és ők se tudják, hogy mi mit akarunk. Tehát és itt valaki elindul egy hadiösvényre, és vannak most már lányok is, mert kezdetben azok se voltak, de aztán lettek az első szerelmek, aztán lettek a lányok is, és akkor lettek a fiúk is, meg a kisfiúk, meg kislányok, mert elszaporodtunk. És az én mind a két gyerekem úgy nőtt fel, hogy fél éves korvával nem volt az indián tipibe, és azt hitt, hogy abban lakunk. Szóval nem természetes módon fogadták, hogy ez ősi sátorfajta, tehát nincs benne semmi csodálatos, hogy szaladt körbe, és mondta, hogy nem szabad arra menni, az indián nem így kell, tehát visszafele nem kerül, hanem... És a gyerekek ezt rögtön megtanulták, tehát rögtön mentek is fekhelyére, piszkálta a tüzet, tehát mint egy ilyen normál cigány család. Ugye teljesen a gyerekeknek teljesen normális volt, hogy indián módra élnek, és ez egy nagyszerű dolog élni, az, a természet az tiszta, a természet nem hazudik azt, ha ismered, ugyan kiszámíthatatlan, de meg tudsz birkózni vele, érted a nyelvét, ha a szellemek szavát, szóval tiszteled őket, akkor baj nem ér, az erdőben nem ér baj. Érhet persze, árvíz, villám, meg átdörhet, de nagyon ostoba embernek kell lenni, akit egy erdőbe baj ér, hogyha tiszteled az erdőt, és tudod a szokásait, és nem otromba módon piszkítod, rongálod, törőd, zúzod, akkor az erdő hálás, akkor befogad a testvéred, elég szólni hozzá, segíts, és segít. Igen, az erdő. Igen, nem tudom kitapsolni, de bizony ilyen. Ez olyan jó dolog. És tudom, hogy ez sok úgymond fehér ember, akik játékot, ti nekem fehér emberek, hogy én egy bézbőrű. De ez nagyon jó dolog, és ezt a közösséget ezek mind összetartják. Nem titkos közösség, ebben a mai napig lehet jönni, tehát nem egy zárt, bár sokáig a kommunista időben borzasztóan titkoltuk, mert állandóan ránk keresztették a rendőröket, hogy huligánok vagyunk, meg diverzáns képző, meg hát szóval mindent, amit lehetett, kitaláltak, hát mert kiütött a rendszerből, tehát nem volt normális, nem volt rá neki kifejezésük, hogy ezek miért táboroznak, ha nem úttörők, ha nem kiszesek, akkor mi? Részbőrű gárda. Magyar gáz részből idelnek. Ezt nem mertük mondani, hogy indiánok vagyunk, mert nem tudtuk, hogy mi a jó. Kezicsókban volt egy pártitkár a falu, a Bakonybélben a pártitkár, ezt nagyon szerettük, egy ilyen alkoholista volt, és akkor mondtuk meg, tessék meg, nekünk megengedni, hogy táborozzuk, már 20 évesen csókolom, tessék, itt csak a sátrakat, na menjetek, most már nem, hogy csártuk az öltöt, az anyátok is terült. És akkor mentünk, tehát lehetett titkolni sokáig, és most már nem lehet titkolni, nincs is értelme. Ugyanakkor ez egy személyes dolog, nyilván ez, hogy én ennyit mondok róla, ez belefér, de valójában a lelkület biztos érzik is, hogy miért van ez, hogy én a mai napig ezt csinálom, mert ez egy nagyon jó dolog. És abban nem zűrzavaros, de néha a nehéz életben, amit aztán az énekes évek hoztak, olyan jó volt ide mindig elmenni. Itt tényleg ki lehetett szakadni, ki lehetett lépni nem az éneklés volt a taposó malom, hanem a vele járó dolgok. Ezek egyre, ahogy múlt az idő, egyre nehezítették az éneklést. És szerintem a betegségem egyik oka is az lett, hogy én már nem akartam így énekelni. Szóval nem lehetett elég szabadon énekelni, hanem már megint jött a diktatúra helyett, jött ez a rohadt pénzdiktatúra. Tehát az egyiket épp hogy úgy tűnt, hogy lerázzuk, és akkor jött a másik, a pénz. És akkor már mindenért fizetni kellett, meg nekem is mindenért fizettek, meg mindenek meg kellett mondani az árát, és akkor persze az emberhez igazodik, hát igen, hát így van, akkor így, akkor kell egy sofőr, aki időben, hogy ne isen, nem, meg hogy iszik, nem iszik, sokat iszik, Tamás, Jós. És akkor kellett ilyen hülyeségekre ügyelni, meg hogy... Szóval egyre inkább úgymond a pénz kezdte az ocsmány talpán bele tolni az énekesi életbe is, mint ahogy nem csak az enyémben, hanem mindenkiében, most annak vagyunk a napja éppen, két Tesco között egy Oceanben, kerítve magyarok, és akkor hát ebbe például bármilyen édes erőszakkal, de az ember kitépte magát, és eltűnt a fák között, és akkor ott úgy érezte magát, mint a rokonai között lenne kis időre békében, és őket ezt föl lehetett halmozni, erőt, energiát, meg sok mindent, ami kitartott meg. Szóval lehetett visszajönni, énekelni. Furcsa, egy kicsit tudathasadás, hogy egy magyar-indián hazájáért. Hát, szóval értem én ezt, de én meg tudtam oldani
ne fiatassunk. Éveken nyaranta, 2-3 hét, mennyi idő volt ez, és hányan voltatok? Vannak-e olyan követők, akik ha majd egyszer úgy gondolod, hogy már nem, akkor ezt tovább fogják vinni? Te voltál a motorja az egésznek, vagy ez van, aki a stafétát átvette, viszi, vagy hogy van, hogy működik ez? Hát mint egy közösségben. Ez olyan, mint a dalok. Mi a Gézával nem tudtuk, hogy mit találunk. Én az indiánsból sem tudtuk, mi csak azt hittük, hogy megyünk az erdőbe, jó, táborozunk, vannak főnökök, ott ő a főnök, itt én vagyok, hát nyilván én vagyok itt a főnök, és akkor ezt csináljuk, és akkor kiderült, hogy ez jó. A jó dolgok pedig nem halnak meg, csak hogyha nagyon elrontják őket. És hát nem, ez meg kiderült, hogy hála Istennek ez egy olyan jó dolog, amit kitalálódott, hogy nem akart elromlani. Pedig volt ugye törekvés rá, akár a rendőrség, az előbb említett okok, szóval, meg a ruszki gyakorló tényleg közelbe. Szóval volt egy csomó olyan dolog, ami ellene szólt a játéknak, meg hogy hülyék vagytok, felnőtt fejjel indián azon tanár, mondták ők. És akkor kiderült, hogy mégis egyre többen úgymond indiánoznának, mert jönnék indiánok. És akkor jöttek az emberek, és vannak köztük, rengeteg értékes ember van köztük. Már csak az érdeklődését is tekintve, az egyik ezt szereti bíbelődni vele a pipával, a másik a hajviselettel, a negyedik a táncokkal. Szóval mindenki hoz bele, mindenki szereti, és ez egy jó bandát, körülbelül eszmeileg lehetünk egy ilyen 4-500 felnőttek gyerekek. Nyaranta azért 150-nél többen nem vagyunk, nem is ez 150-160, és ez a szlik meg 6 bandára egymástól. 4-10 kilométerre vannak a táborok, tehát nem így szomszédban kell elmenni, hogyha meg akarod nyüstölni az ellenfeledet, hanem akkor azért 10 kilométert, ami légvonalban 10, amúgy kell tudni erdőt járni, nem rálépni a kocsás vadisznóra, mert az nem beszéltelen, és akkor az úgy, szóval el kell menni, és ugye csak indián ruhában lehet, mert a játék kezdetétől a játék utolsó pillanatáig, körülbelül 2 hét vagy 3 hét, addig nem lehet kilépni az indián szerepből, addig te egy indián vagy, és nem Cseh Tamás és senki, hanem minden tetted, magáért beszél, az indián tökéletlensége, az indián ügyessége, az, amit te ott produkálsz és hozol létre a társaiddal, vagy önfejűségeddel, nagyképűségeddel, amit majd ráfizetsz. Szóval egy nagy szabadtéri színházal, és ugye meg kell tudni szólítani az ellenséget, tudni kell, vagy a társaidat, tudni kell viselkedni, tudni kell a szokásokat. Nagyon nagy dolog, és ez már nélkül, én voltam az abroncsájnak jó sokáig, évekig, én úgy gondolom, mert ezért kellett egy ilyen félig, hát nem megszállod, de én ezt nagyon-nagyon szerettem, és akkor az jó, hogyha egy közösségben van egy vezető, aki azt a dolgot, amit csinál, nagyon szereti, mert az megvédi a bajtól, meg a kihűléstől, meg a nagy hibáktól a dolgot, és én szerintem ezzel betöltöttem a tisztelet, és ez a játékos már ez megmaradt már majdnem 50 éves, hát miket hoztam, dalokat hoztam létre, meg ezt a ostoba indiai játékot. Nekem is vannak titkaim, amikről nem szívesen beszélnék, de alig van az életemben, de nem vagyok exhibicionista, csak velem tényleg, szóval nincs titkomnak. Inkább valamit tehát személyesen elhallgat az ember, ezek többnyire hülyeségek. De valójában persze, tehát a szerelmi rész pont az Éva miatt, ugye én 36 éves koromban nősültem meg, tehát volt időn táncolt ez a Csikó eleget, aki én voltam, az pedig szabad, hogy a fölmentésem van arra az időre, mert én nem tudtam, hogy még ha tudtam volna, hát én hát akkor hozzással szólok azokhoz. Tényleg az egyik nagy szerelmem, a férje bemutatta, hogy ez a munka. Én meg bele szerettem, azt meg későn is kapott észbe. Szóval voltak, hát nem is férfi, aki nem forrog a lányok körül, nem vadászik, nem kajtak, nem űzi, csapja, vágja, kerítébe szerzi. Ez a férfi dolog, és hát a szerelem az egy csodálatos érzés. Abból születnek nagy gyönyörűségek, meg nagy fájdalmak. Hát igen.
persze, hát aztán megjön a legnagyobb, a legigazibb, és akkor ez a korszak lezárul. Hát én nagyon lobbanékony típus voltam, szóval én minden nővel beleszerettem, és emlékszem, hogy azért nem mertem vállalni gimnáziumban rajztanárságot, mert tudtam, hogy bele fogok szeretni a növendéket. Isten mentsen, és az azért. Hát Kőben, amikor tanítottam, ott 8-asok voltak, a 8-as cigánynak olyan gyönyörűek voltak, és olyan életnők, hogy hát megkívült, mondtam, kiküldtem a teremből, meg, szóval megoldottam valahogy, de éreztem, hogy veszélyes fizekem vagyok. És hát ez, úgyhogy ez, és ne is múljon el soha. Aki nem nézi meg a szép nőket, az vak, vagy ez vakuljon meg. Hát, nem szabad. A házasság egy nagyon szép dolog, színes, akkor jó, hogyha az ember megtartja az ősi szokásait. A férfinak születtünk, nézzük is csak meg ezeket. Bocsánat, nem adok tanácsokat, én magam. Magamnak így ezt mondom, és ezt csinálom. Mit akartál ebből kérdezni? Mert én belekeveredtem valamit. Eddig jó, ugye? Kivágtam magam, hogy én legyek a feleségén. 2-3 évet éve már énekeltem, és akkor elkezdtem nagyképű lenni. Szóval annyi voltam nőkörülöttem, hogy azt hittem, hogy én tényleg valami tehetséges vagyok. És akkor az, ugye a nagy szerencse, hogy a Bereményi Géza, én nem egyedül voltam, hanem ott volt a Bereményi, és akkor Géza mondta, hogy a társa, hogy ne te vagy a Jóisten, azért Tamás. Szóval hogy egymást tudtuk fékezni, visszafogni bonottságainkba. És hát nekem örökké hálás vagyok, gondolom Géza is nekem, talán van miért, de hogy egymást vissza tudtuk rántani a hibás ösvényekről. De úgymond most azt mondom, hogy amikor nagyképű, mert azt a művész az, aki valami nagyképű. Hát én most lehet, én szép csöndes művész voltam, én nem voltam nagyképű, soha földön járó ember voltam, mindig szerettem a szeretnek, és én is ilyen csak szerettem az embereket, és akkor így kimaradt a művész élet. Mert nem, hál' Istennek, nem valószínű. A hazámat szolgáltam, és soha nem is értettem még azt is, hogy tapsolnak, miért tapsolnak. Az előadások végén rosszul voltam, még tavaly előtt is, amikor énekel, nem tudok meghajolni. Mert nem értettem, hát hiszen azt csináltam, amit kértetek, tehát akkor miért tapsoltok? Szóval jó egy kis taps, az nagyon jó, rendben van, de miért, mikor a vastaps? Magyarországon most persze nagyon el is van terjedve, a mindenért vastapsa. És akkor miért tapsolnak, és akkor mondják, hogy menj ki vajon, mit tudom, hogy megcsináltam, mit menjek ki, menj ki vajon. És hogy éreztem, hogy ez szeretet, ez jó, de hogy én tulajdonképpen csak a dolgomat csináltam, hát miért köszönik meg annyira? Szóval ilyen furcsa dolog ez, és ez nem álszerénység, ez tényleg elég jó ember lehettem, vagy voltam szerintem. Szóval jó emberanyag voltam, hogy ezt az éneklést csináljam. Ez nem volt egy olyan nagy dolog, de Magyarországon igenis elég nagy dolog volt, mert végülis egy ilyen áldott, furcsa, magányos műfaj, ketten műveltük, nem lesz folytatása, nem volt elődje, és ezt mégiscsak őszintén csináltam, azért gondolják meg rajtam az egész életem. Mert ugye ez az indián hobbi játékon kívül sok mindent nem tudok elmondani, hogy mi történt. Énekeltem nektek, mindannyiatoknak. Magyarországnak, délvidéken jártam, össze-vissza jártam egész délvidéket, Nagykikindától, Zomborig, Szabadkán, többet énekeltem talán, mint Budapesten, Erdélyben, ott kevesebbet, Felvidéken is, de énekeltem egész életemben. És akkor én ezzel nagyon jól elvoltam, és akkor nem volt idő művésznek lenni. A dolgomat csináltam, és éreztem azt a hasznosságot, amit mondtam, hogy nem éreztem a festéssel. Akkor jöttem rá, hogy milyen nagy művész vagyok, amikor Krisztin keresztet kaptam meg Kossuth díjat. Hogy akkor a fenébet ne hagyjuk már, és miért adják? Hát akkor Tamás, hát tudom, és visszanézve úgy látszik, ez mégiscsak megérdemelt. És akkor főleg az a furcsa szeretet, ami a betegség idején kiderült, hogy az nagy erővel van körülöttem, a önöki a ti szeretetek, az akkor jöttem rá, hogy akkor mégiscsak hát szóval jól csináltam a dolgomat, ilyen vadőrült módon, magamtól teljesen eltelve és szándékosan. Ez jó dolog volt, és jó volt meg. A hazámmal nem sokat tudtam javítani, de lehet, hogy tudtam, de még nincs látszatja. Az küldetés szót én ezt nem használnám. Nem. Ez lett a feladatom, ez lett a dolgom. Mint egy, aki szekeret ácsol, vagy rak össze, vagy egy talicskát, egy jó faltalicskát össze tud rakni. Hát ez olyan, mint mesterségben ugyanolyan szándék
volt ez az éneklés. Tehát én azt tudtam, hogy ezt tudom csinálni, és ez a dolgom. Nem küldetés, én nem éreztem. Nem éreztem. Én amúgy biztos valami forradalmár lettem volna, hogyha küldetés. Szóval akkor nem tudom, valahogy szerettem volna az életemet feláldozni a hazámért. Szóval ez ilyen romantikus, de általában történet meg nem adott esélyt. 56-ban kisfiú voltam, adottam meg semmi bér Magyarországon, csak a nagy buha kezdésem. Úgyhogy ez nekem nem jött volna be, ha ez a küldetésem. És tulajdonképpen az éneklés az kézzel jött, és az, én rendben vagyok, nem akarok a küldetés szóból. Van akinek, van és be tudja teljesíteni. Egyházfiak vagy katonák, vagy színészek, akik oda jutnak, és a helyzetük is úgy alakul, de nekem csak szerencsésen alakult. Kimondottan Balczó Bandi jut eszembe. Ő igen, na például. A Balczó András, amikor rájött, hogy a futás, amit ő csinál, amit ugyanolyan természetességgel csinálta, amilyen természetességgel énekelsz, és amilyen természetességgel csinálja a faszekeret az illető, vagy a paraszt a búzát, ahogy veti, egyszer csak rájött, hogy ez... De Balczó szent volt egész, ő szent volt Balczón, és szent volt egész életében, tehát már amikor futott, már szent ember volt. Szóval én annyira megsüvegelem ahányszor csak a nevét hallom. Hát úgy néztünk rá, mint a Jóisten, nem mint a Jóisten, te vagy Isten, hanem ő tényleg, neki volt küldetése, de a mai napi küldetése szerint él. Én ennél sokkal fegyelmezetlenebb voltam, engem majdnem, hogy a dalok tartottak az ösvényen. Mert én valamint szettelenebb természetű ember vagyok. Tehát jó szándékokkal és szent hitekkel, de én azért nagyon könnyen lecsúsztam volna a pályáról egy kicsit kutyálkodni, disznókodni, malackodni, miközben az ének pedig visszatartott, mert tudtam, hogy ez fontos, amit csinálok. Tehát maga a szekér tartotta az úton néha, tehát Balczónál ez Balczó végig tudta, és a mai napig tudja, hogy hol van. Tehát ahogy mai él, ahogy a kemencét befűti, ő neki minden mozdulat a küldetés. Ő szent ember, én nem vagyok az. Ó, én földön járó, mocskos disznó vagyok. Egyedül a dolog, amit leéltem az élet, azt tisztességesen csináltam, és azt erős hittem. De messze Balczó és én köztem még csak egy lapon sem szabad említeni bennünket. Hazánkért talán tettünk eleget, így lehet. Tehát vannak érinkező pontunk, de szóval ilyen értelemben Balczó is ő nagy, én pedig bettem. Hát Balczó Andrást mi hallgattuk itt a Léleképítőt, de ahogyan ismerem, talán lehet ő is ugyanezt mondaná fordítva magáról. Szóval nektek köszönjük azt, hogy olyanok vagytok, amilyenek, hogy az őszintességgel, a magatok adásával, azzal együtt, hogy az ember csúszna ide, vagy csúszna oda, de mégis azért a vágányon marad, amit magának választott. Most menjünk ezen tovább, hogy választott és választatunk. Hogy számodra mennyire, hogy alakult a transzcendens kérdés, gondolom ifjúkorban talán kevésbé, családi körben talán igen, aztán hogy talán hogyan alakult ez, hogyan állsz ezzel a kérdéssel, és akkor talán itt rá tudunk majd azért az élet és halál kérdésére is fordulni, hogy azért te olyat éltél meg, amit az ember nem akar esetleg megélni az életében, és ha megél, akkor annak milyen következményei vannak az életére nézve. Hát emberi dolog, a betegség zajló földi dolog, mert az ember testével történik ez. Meg én azt hittem, a célból vagyok, az soha. Még egyszer, mikor a betegség kiderült, és hogy a tüdőt mondtam, hogy nem érdemes megrengelezni, hát azt mondja, hogy mozdul vagyok reggel este, másfél órát robogok, ez a tüdő nem tud megbetegedni. Hát nem az, hogy mégiscsak tüdő rá. Föl sem fogtam, mikor először mondtam. Hát de most a hátulról kezdem, hogy a betegség, mert ez rögtön át, hogy tüdőrák, akkor meghalt. De egyébként tényleg gyógyíthatatlan betegség, ezt tudjuk. De hogy hát meddig lehet vele húzni, még az is lehet, hogy énekelni fogok önöknek. Még ez se kizárt, de azért mondjuk erre elég kicsi esély van. De hát akkor megsúhintotta, hogy ennek a vége van. De hát olyan gazdag, nagyszerű sorsot adott a Jóisten nekem, tehát én azért 30 évig amiket mind elmondtam, tehát ezt mind megéltem, abban voltam a szomorú, bosszantó volt, meg keserű, de szomorú, nem. Tehát egy boldog ember voltam, az a dalokat, tehát egy boldog ember énekeltek. Tehát engem szeretnek.
Igen. Hát akkor hogy lennék boldogtalan? Futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam. Én rendben vagyok. Tehát amikor úgy tudtam, hogy most nem sokára, mert ugye két évvel ezelőtt, mikor kiderült, gondoltam, hát akkor karácsonyra már temetés. De tényleg így volt, és akkor gyorsan, szép csöndben, amikor a családban nem volt otthon, én aktákat gyártottam, fölírtam, hogy ez az autópapírok, például biztosítási volt. Mert ugye én voltam otthon az adminisztrátor, és akkor én, ja Isten, nem veszek itt, hogy mit fognak össze kutyúrni, ezt nem fogják megolajozni, ezt a rohadtartót. Szóval tudtam, hogy hiányzni fog a főember a családból, és akkor ezt próbáltam ilyen jelekkel a családnak, hogy ezt élem, de ezt tényleg. De azért, amikor elmentem a kertet, gondoltam, hát nem fogják tudni, hogy ezt le kellett válni, már tavaly le kellett volna szabadtágot válni, nem fogják levágni soha. Annyi bosszúság tartott itt a főben, szerintem azért vagyok még. El kell végezni, és akkor hát így, és akkor közben, tehát az úr, amit gondoltam, katolikus vagy Tamás, egy ritkán gyónsz, ez most megvan a hátulút, ő most már nem szargál azt gyónni, mert most már, de, és akkor még amikor kiderült, hogy mennyi van hátra, mert volt egy, amikor megmondják, hogy hát akkor bizakodjon, vagy mondjuk mindenre nemet, Tamás, komoly professzorok néznek, és akkor gondoltam, hogy előtte elmegyek paphoz. Mert én rendes katolikus voltam, csak ezzel elkanyarodtam a Jóistentől. Szegény édesanyám annyit járatott minisztrálni, 16 éves koromban is minisztrálni kellett, és a fiú gimnázium osztálytársai úgy nyilai közepette mentem, azt mondom, az iskola mellett, a gimnázium mellett volt a Cisztet templomot, ott minisztráltam. Akkor főre aztán akkor gondoltam, hogy az úrból elég volt egy kicsi, szóval örökre, és akkor ez kb. 30 éves korom, amikor pont az a dúlós időszakom, amikor meg semmi, se feleség, semmi, csak a zűrzavar, a mocskos, ellenséges, hazug légkör, a Kádár szónokolott, Kádár, elvtars, én megmondtam megint a dolgozó névnek, hogy mit csináljon, és én is a dolgozó név tagja, ott mentem egy utca névnek, és ilyen. Mennyire undorító féreg vagyok, hogy nem lázadtam föl, miközben láttam, hogy hogy kell lázadni, hiszen láttam a halottakat, és én megint csak egy hernyó vagyok, aki csak arra jó, hogy fölszabálja a csajokat, meg pénzt szerezzen az albéletére, ahol fölcipelheti őket, és egy kis pénzért azért eltanítgasson, úgy csinálj, mint a tanár lenne. Szóval éreztem, hogy egy kernyólag vagyok, hogy egy szarlak magyarul. És ezt pont emlékszem, a déli pályaudvartól mentem egy égető nyári napon a vízivároson, Krisztina körúton. És ott volt az a templom, hogy mostanában annak befirkálnak, ahol Széchenyi úrunk esküvött. És akkor úgy, hogy valami meleg volt, és gondoltam, nálad persze hűvös van, mondtam. És akkor mondtam, hogy hát, de nem mehetek be hozzá, nem, mert te biztos meg vagy sértve. És akkor azt mondtam, hogy bemegyek, mondtam, bemegyek. És bementem a templom. Hát persze ez nem volt ilyen nagy szám, de így beszélgettem vele, mint ahogy most mondom nektek, ezeknek, hogy... És akkor leültem az utolsóban, mert mondtam, jó, nem megyek előre. Nem volt senki a templom, üres volt egy délután. És akkor egyszer csak hogy mondjam, megszeppentem. Nem volt látomásom, nem volt éli jelenség, nem volt se fénykör, se sem. Még csak hangokat sem hallottam. Jó, üres volt, és mondtam, maradok még egy kicsit. És akkor mint hogy megborzoltak volna a fejem, hogy hagyjál, akkor azt mit ugrálsz. Szóval egyszer így beszélt vele. Beszéltem az úrral, úgy értem, hát ne tartsanak valamnak, szóba állt vele, válaszokat kaptam. És én azóta aztán onnan kimentem egy másfél óra múlva, odáig ültem ott bent, sok mindent elrendeztem, talán egy életre az én dolgaimat vele. Aztán emiatt is lehet, hogy most, amikor a betegség kitört, gondoltam, akkor most, még amíg nem tudom meg, hogy hány hetem van hátra, most gyorsan megyek is a Bakács téren, ahol születtem, ott születtem a Bakács téri kórházba, és ott kereszteltek is meg, és ott volt az utolsó koncertem a 2006 augusztus, teljesen véletlen, le volt kötve az a koncert, oda már úgymond a halálos korban mentem ki, csak még a közönség nem tudta, én akkor tudtam 10 napja, hogy időrákosra így azt a koncertet, mert már félig meddig a másik Jancsi énekelte végig,
és akkor én kimentem az utolsó fatra. De akkor még hangom, erőm még meg volt, tehát még nem voltam kripli. És olyan különös volt, hogy ott kezdődik az ember, és ott végződik. És ott ült egy nagy kövér, hatalmas, jókedvű pap. Katolikus papok általában egy kicsit karót nyertek, hogy mondjam, ez néha én katolikus mondható, hogy engem néha bosszant szólt. Itt van Bacsony Laci. Isten, bocsánat, ez egy nagyon jókedélyű atya volt Szabron Gábor, akinek akkor ismertem meg, és oda mentem hozzá, és mondta, hogy atyám, lehetne, felkereshetném el, és akkor én azóta is jó barátságban vagyok, sűrűn bemátogatom, és akkor hozzám így gyorsan elosontam, a szobájába bennünk ültünk, beszéltük meg, hogy legközelebb egy üvegbort is, megiszonjuk közben, beszéltünk egy jó másfüvet, és megkérdeztem mindent, ami fontos, kérdeztem, hogy mi a teendőm, hogy kell-e. És mondta, hogy nem kell, és mosolyogott. Tamás van, nem, szóval olyan jó volt, szóval ezek fontos dolgok, de ezeket nem is illik úgy nagyon elmesélni, vagy apróra elmondani, de gondoltam én, hogy így van, de olyan jó volt, hogy Isten szolgál, és úgy látja, hogy az Úrral így, mert elmondtam neki, hogy hogy vagyok én egyszer, vagy Úrral, és hogy ő szerintem, Eperes Karcsival szemben, aki azt mondja, hogy pogány vagy Tamás, mondta, engem Karcsi, engem az Úr így szeret, ahogy vagyok. És akkor így ez a dolog is elintézett. Én szerintem tisztán állok az Úr előtt, azt gondolom, hogy nem egészen tisztán, de olyan makulátlan ember talán nincs is a Földön. Igyekszem azért mindent elkövetni, hogy de így már az utolsó pillanatban nem érdemes pilázni, szóval azt szerintem az lebukás, hogyha most hirtelen én elkezdenék templomba rohangálni. Eddig se tettem, és eddig is erősen bíztam benne, és nem tévedtem ezzel az ösvényen. Hát tévedgések apróbb voltak, de a hazámat is az ő kezébe ajánlom, és a családom. És hogyha majd tényleg eljön az az idő, ami mindenkinek eljön. Hát nekem még rengeteg van hátra, de ti azért vigyázzatok.